irány a verseny. Sziasztok! Úton a San Marino Pro felé. Nemrég indultunk el, egy ilyen 9-10 órás utat ír a GPS. Hoztam magammal egy kis kaját, úgy döntöttem, hogy most a töltésemet az eddigi tapasztalataim alapján, sőt a legutóbbi két versenyem tapasztalatai alapján kicsit máshogy fogom csinálni, mint eddig. Ma még abszolút tiszta kaját fogok enni, tehát full diétásan, teljes kiörlésű durumlisztből készült tészta, meg csirkemell, latú csirkemell. Szombaton délig szintén még maradok ennél a diétás kajánál, és akkor szombaton délután kezdek el kicsit olyan hát mocskosabb kajákat enni, de nem fogom túlzásba vinni a cukorbevitelt, tehát úgy gondolom, hogy megeszek egy pizzát, vagy valami ilyesmire gondoltam. Verseny előtt akkor már eszek valami cukrosat, ilyen lekvárszerűt, és egy feles vodkát legurítom a színpad előtt, úgyhogy vagy táncolni fogok, vagy nagyon beeresedni. Én azért jobban örülnék a másodiknak. Igazából most ilyen terveim vannak, hát majd kiderül, hogy most itt mi lesz. Ugye 44 éves leszek most, időm még van bőven kísérletezni, úgyhogy akkor csak magamnak azt tudom mondani, hogy hajrá, mester! Citromos utanától. Marha finom. Egy kis tészta. Ez nem mind mára, ez ma meg holnap. Meg egy kevés chicken. Imádok piknikezni. A gyerekkoromra emlékeztem. A szülőkkel mentünk kirándulni. Ahogy vonatra szálltunk, 5 perc múlva jött a terítés és a kaja. Aztán, hogyha meg kirándulni mentünk, akkor meg a réten egyből plét. Anyuka kipakolja a kis izé. Kenyér, paradicsom felszeletelve, paprika, valamilyen felvágott. Az az érdekes, hogy ilyenkor diétánál is többnyire az ilyen kajákra vágyok, ilyen vajas kenyér, szalámival, meg kakaóval. Nem is annyira az ilyen extrém. Hamburger, meg pizza, jó, nyilván az sem rossz, de valahogy ezek a gyerekkori kaják. Egészségemről. My friends, they listen to the things I say. They listen and they hear more every day. But I know they never understand. Elteszünk magunkat éjszakára, holnap pihi egész nap, kajázgatás és vasárnap színpad. Jó éjszakát! Carina, diventi tutti i giorni più carina, ma in fondo resti sempre una bambina che non conosce il dolce gioco dell'amore.
graziosa. Nessuna donna al mondo è più graziosa, perché la tua boccuccia deliziosa, se vuole un bacio non ha il coraggio di mentire. Carina, carina, allegra e spensierata sei carina, carina, ma con il broncio sembri ancor più bella, tu sei la stella che manca in te. Az ember újra meg fog élvezni az ézeket. És egy kis lerván. Oké, bepakolva. Én szerintem még dobok egy mellékenységet, aztán nem. Szurkoljatok! I never let you see. I keep a cage, but I can't control it. So stay away from me. The beast is ugly. I feel the rage and I just can't hold it. It's scratching on the walls, in the closet, in the halls. It comes awake and I can't control it. Hiding under the bed, in my body, in my head. Why won't somebody come and save me from this? Make it end. Megvolt az elődöntő, most jön a zenés része, második kívásban voltam benne, szokás szerint kiraktak megint a szélére, úgyhogy sajnos ez túl sok nem jelent. Én ahogy visszanéztem a felvételt, hát én olyan ufónak láttam magam ott azok közt, akiket kihívtak, de kilátszik a bírák más szemben nézik ezeket a dolgokat. Úgy vagyok vele, hogy hát pont nem szarom, nem? Most az, hogy ötödik után már hanyadik vagyok, tök mindegy. Igazából a lényeg az, hogy a döntőbe be tudjak már egyszer kerülni. Most jön a zenés. Dancing. Hungary. Number 6. Kiss. Jado. Nem tudom, hanyadik vagyok, majd kiderül még vagy ma este, vagy majd holnap.
De igen, játék. Kövessétek majd a Kis Jenő hivatalos Facebook oldalamat, a sportolóit, a Kis Jenő mestert. Ugyanis ez a póló, ez a most a utóbbi három versenyemen rajtam volt, tehát mégis ezt használtam végig a backstage-ben, és valamilyen játékot ki fogok írni, és ezt a pólót lehet majd megnyerni a legtöbb lájkkal. Remélem jó kezekbe kerül. About what you have done to me. Véget ért a kis nyaralásunk, jól sikerült, nagyon. Jobban kimerültünk, mintha nem pihentünk volna. Firenzében most indultunk hazafelé, egy 9-10 óra, és otthon vagyunk. És megetetheted a macskákat. One, two. Újra itthon San Marino után. Nagyon jó volt a verseny, nagyon jó sikerült, hál' Istennek. Tökéletes lett a töltésem, a vízhajtás, szerintem ez volt életem csúcsformája. Az eredmény megint nem olyan lett, amit én szerettem volna, de igazából ez egy szubjektív sport, ez egy ilyen sportág, ezt vagy elfogadom, vagy akkor ne versenyezzek, de nyilván ez a veszély nem áll fenn, úgyhogy nyomon tovább készülök a jövő őszi versenysorozatra. Ugyan sokan mondtátok, vagy hát javasoltátok, hogy inkább menjek át a tavaszi szezonra, mivel szerintetek akkor lazább, vagy valamivel gyengébb a verseny felhozata. Én ebben nem értek egyet, én szerintem a tavaszi versenysorozat is ugyanolyan kemény. Talán annyi különbség van, hogy akkor nem indulnak olyan nagy nevek, mint az őszi szezonban, de ez abszolút logikus, mert az őszi szezonnál a Mr. Olympia után még aki tud, ugye formában van és megpróbál kvalifikálni a következő évi olimpiára. De mivel én a koromnál fogva úgy gondolom, hogy még egy pár évet tudok versenyezni, ezért én azt érzem, hogy ha nem sikerül megvalósítani a célomat, azt, hogy Mr. Olympiára kikerüljek, akkor úgy gondolom, hogy akkor csatában veszek el, vagy ha sikerül, akkor meg egy csatát nyerjek meg. És így is álltam olyanokkal a versenyszínpadon, akik az olimpián részt vesznek. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy szurkoltatok, hogy megnéztétek ezt a kis filmet, és most áprilisig pihenek, áprilistól kezdem újra jövő évi felkészülést. Sziasztok!